Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Ismét itt vagyunk városismereti műsorunkkal, és itt vagyunk a belvárosban, a belváros szívében, a Városháza udvarán. Itt beszélgetünk szakértőinkkel a belváros értékeiről a továbbiakban. Szeretettel köszöntöm a műsor állandó szakértőjét, Váci Márk történészt, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársát. Köszönöm, hogy újra itt vagy. Köszönöm az újabb lehetőséget. És most már majdhogy nem állandó vendégnek mondhatjuk Igari Antalt is, aki műemlékvédelmi szakmérnök és Fejér megye főépítésze. Köszöntelek szeretettel. Szintén köszöntelek én is, és természetesen a nézőket is. Nem tudom, hogy végigfutott-e a fejetekben, hogy 5. részét kezdjük a belváros bemutatásának, és bizony még nem is nagyon látjuk a végét, hiszen annyi kincs és annyi érték van, amelyről érdemes beszélni, és amelyről érdemes szót ejteni. Összefoglaljunk egy picit, mennyire nézzünk vissza az elmúlt adásokban. Nagyon sok minden elhangzott már, talán inkább előre? Nagyon röviden. Igazából csak annyit, hogy ugye a város történetének a kezdeteitől indultunk. Tehát mondjuk, hogy a Gézaféle alapítástól, és aztán ugye a középkoron keresztül eljutottunk a török időkig. Beszéltünk a úgymond barokk korról, meg a fehérvári barokk építészetről, amit ugye pont az előző adás végén tisztáztunk, hogy mennyire is jelentős ez a barokk belváros, úgymond, és mennyire inkább klasszicista. Hát a barokk belvárosunk természetesen van, barokk épületeink vannak, csak a teljes utcaképet nem mondhatjuk barokknak. Illetve ugye beszéltünk a klasszicizmusról, természetesen egyházi építészetről, tehát azt azért ne hagyjuk ki mindenképpen, és az előző adásban pedig ugye a 20. századot kezdtük el hát inkább kapargatni, simogatni, nem is tudom. Tehát, hogy nagyon mélyen azért nem sikerült belemennünk, bár szerintem azt a 10 darab témát, amit átbeszéltünk, azt elég részletesen sikerült kivesézni. Aki eddig nem látta a műsorunkat, annak felhívom a figyelmét, hogy nem csak az ismert épületekről lesz szó, olyan épületekről is beszélünk, ami mellett naponta elmegyünk nem egyszer, nem kétszer, de nem tudjuk, hogy milyen jelentősége van. Lehet, hogy a következő épületre is mondhatjuk ezt, amiről beszélni fogunk, ez pedig egy irodaháza a Koronázó téren. Hát én úgy gondolom, hogy lehet. Ugyanis ugye ez a mostani lábasház, ez nem előzmény nélküli nyilván, tehát ez azért sejthető, hogy ebben az épített környezetben nem ez az első és eredeti épület, ami itt áll, tehát nem volt ez egy üres telek mondjuk a 70-es évekig, amikor itt ezt a házat felhúzták, illetve 65-67-ben egész pontosan. Ennek volt egy előzménye is. Ugye Tóth Károly fotóműterme például itt helyezkedett el, és aztán ugye amikor a II. Világháborúban ez az épület megsérült, a romkert, illetve a romkert szomszédságában az egykori királyi koronázó bazilika tövében gyakorlatilag, sőt mondhatni azt is, hogy fölötte, akkor ugye értelemszerűen lebontották, és aztán már jóval később felépítették ezt az úgynevezett lábasházat. Ugye ez az a technológia, amiről Tóni már beszélt az előző adásban, hiszen itt is ugye az volt a cél, hogy a koronázó bazilikának a romterületét azért ne fedjék be teljes mértékben. Hát sajnos azért az utóbbi 15-20 évben mondjuk a gyaloghídnak a kialakításával ez azért sikerült, bár pont most reggel, ahogy mentem munkába, azért láttam, hogy kövek tárolására például alkalmas, meg némi állagmegóvásra, állagvédelemre, de mindig szoktam panaszkodni arról, hogy mondjuk a 70-es, 80-as években fotók alapján, hiszen akkor én még nem éltem, azért ez egy sokkal jobban megközelíthető, meg sokkal nyitottabb rész volt. Minden esetre a lábasháznak a kialakításával azért sikerült azt elérni, hogy ne fedjék be teljesen ezt a területet. Ugye azért is érdekes ez a ház a mi szempontunkból, hiszen itt műteremlakásokat is kialakítottak, és többek között Meszlényi János szobrászművész, akinek a Géza nagyfejedelem szobrot, azt a jellegzetes ülő, kuporgó alakot köszönhetjük, itt élte az életének a nagy részét, és itt folytatta munkásságát ebben a műterem lakásban. Igen, tehát mikor itt elhangzott, hogy ez egy, hogyan is mondjam, irodaház, hát nekem ez legalább annyira mindig kijön belőlem, ez egy műterem lakásokat magába foglaló lakóépület, hisz ugyan már nyilván nem azok lakják, akik korábban, mert hát ők sajnos épp Meszlényi is
ugye az elmúlt hónapok valamelyikében hunyt el, és hát korábbi lakója is, Ballagó Imre is, de hát Pinke Miklós is lakója volt az épületnek, és még bár most már nem kizárólagosan műterem lakásról beszélünk, de ez eredetileg építészeti, vagy hogy mondjam, akár lakásgazdálkodási szempontból is azt a célt szolgálta, hogy olyan lakásokat biztosítsanak a művészeknek, hogy nagy bevilágítással, de ne közvetlen benapozással. Tehát ami nyilván az alkotáshoz kell a fény, de ne az erős fény, úgyhogy ezért északi irányban, ahová nem volt szokás, de ugyanakkor pont a látvány miatt, hogy ott ne egy tömör fal jelenjen meg kis lőrészszerű ablakokkal, ez szinte kapásból adódott. Természetesen az alsó irodai részben banki célokra teljesen megfelelő volt, és akkor itt azért hadd emlékezzek meg Rót Jánosról, aki a tervezője, aki valamikor a Fejér megyei tervező irodának volt a munkatársa, később Budapestre költözött, és hát ott jó néhány elég, hát ennél még jóval ismertebb, országosan ismert épületnek tervezője is volt. Majd aztán érdekes, ugye ezt annak idején úgy emlékezték mindig, hogy a stükk mozaikos ház, mert ez apró, az a 2x2 centis mozaikokkal volt tele, hát nyilván az egy idő után megadta magát, nem feltétlenül kellett volna, de ugyanúgy nyilván helyre is lehetett volna állítani, de hát ugye ez potyogott, és akkor hát hogy néz az ki, és akkor kapott valamikor a 90-es évek elején, és emlékszem arra, hogy még az eredeti tervezőt megkerestük, hogy járuljon hozzá, hogy a mozaik az megszűnik rajta, és hogy és az akkori szép hő munkatársai, illetve építésztervezői készítették el egy építészházas pár a terveket, és hát gyakorlatilag kapott egy vakolt felületet az épület. Sajnos most már ismételten ideje lenne egy kicsikét rendbe tenni a homlokzatot. Még szerette volna hozzáfűzni? Igen, ami nem hangzott el, de ugye hozzátartozik az épületnek a történetéhez, az, hogy ugye ez az állami biztosítónak az épülete volt ugye korábban. Mielőtt banképület, aztán most meg, hát megint bank, de részben takarék, tehát ez az elnevezésből adódik, épület lett volna. Illetve ugye a Romkerthez, illetve a Koronázó Bazilikához úgy is kapcsolódik, hogy ma már egy interaktív kiállítás található itt. Ugye a lépcsőházi bejárat mellett egy kivetítő nyomon követhetjük a koronázási szertartásnak a lefolyását, ugye egy számítógépes grafikával elkészített kisfilm formájában. Ugye korábban itt volt megtalálható az Árpádháznak a családfája. Egyébként szerintem az is egy nagyon jó alkotás volt, de amire most kicserélték, ugye ez az Európa térkép, ahonnan a királylányok, illetve királynék érkeztek, illetve ahova beházasodtak az Árpádháznak az egyes tagjai, ma már korszerű formában megtekinthető, és tényleg informatív. Megint csak, egyébként az is volt itt csak egy előző feldolgozásban, és a megengedhető megint egy kicsit, hát hogy úgy mondjam, sarkosabb megjegyzése, de könnyebben megjegyezhető, a királylányok vagy királynők export és importja jelenik meg, tehát igen, hogy kik kerültek ide királynénak, illetve kik kerültek máshová királylányok, máshová királynénak. Fehérvári lakostól hallottam erre a kiférjesedés kifejezést is, ez nagyon jó, úgyhogy ezt meg is jegyeztem. Kinek mi jut eszébe egy épületről? Nekem az egyik elég komoly autóból esetem, mert hogy a biztosítást kellett intézni. Ilyen jó szóba került az állami biztosító. Úgyhogy menjünk is tovább szerintem, nem megyünk messzire. A stílusában semmiképpen nem hasonlítanám össze az emlegetett irodaházzal a régi ősfehérvár épületét. Igazából a szomszédba megyünk, tehát ha Meszlényi János mondjuk kilépett a háznak a kapuján, akkor egyből az ősfehérvár étteremmel szemben találta magát a Táncsics utcának a másik oldalán. Ugye ez már egy nagyon régi
vendéglő az 1880-as években már létezett az egykori Bank utcának a sarkán, amit aztán később Korona utcának neveztek el, ugye pont a koronázások kapcsán. A folytatásában lévő Kossuth utca ugye egykor a Kaszárnya utca nevet viselte, majd erről is fogunk beszélni, illetve egy időben az egészet nevezték Kaszárnya utcának. Tehát itt működött Pulai Lászlónak a kis vendéglője, ami hát méreteit tekintve is azért jóval kisebb volt, mint mondjuk a mostani állapot, bár ma már ugye nem, elsősorban nem vendéglőként működik. Ez egy fateraszos kis vendéglő volt, azért abban a korban nagyon jó minőségűnek számított az épület, és nyilván a kínálat is. És aztán a 30-as években történt meg a váltás, amikor a Szent István művek, tápszerművek és nagyon sokféle néven lehet még emlegetni, megvásárolta, illetve a Polgári Serfőzde Részvénytársaság, és ugye ekkor alakult át étterem és sörözővé Ősfehérvár néven, ami aztán egyébként a 45-ös vagy akár 47-es, 48-as történész mit tart rendszerváltásnak, rendszerváltás után is ugye tovább működött Ősfehérvár néven, és hát bizony itt olyan híres muzsikusok fordultak meg, mint például Weisbach Béla, cigány prímás, aki az Alba Régia prímása is volt egy elég hosszú időszakban, és azért itt a Fehérvárra érkező küldöttségek tagjai, építészek, szobrászművészek, irodalmárok épp úgy szeretettel megfordultak, és igazából most is egy ilyen hasonló vendéglátó funkciót lát el. Igaz, hogy időközben volt itt könyvesbolt és kávézó is, de akkor is azért a gasztrofunkció az valamilyen szempontból megmaradt, és én úgy gondolom, hogy legtöbben még mindig Ősfehérvárként emlékeznek rá. És akkor az építész most szerintem fog beszélni egy kicsit a pincében található középkori emlékekről. Igen, de még mielőtt oda jutnánk, azért emlegetném, hogy hát ez a terasz, lefedett terasz, hát ezt egyszerűen úgy hívták, hogy a szaletli. Szóval a szaletlit, hogy úgy mondjam, hát maradandóbb anyagból nem csak kiegészítették, hanem átépítették. Erre lehetett már tényleg a teraszra kivonulni. Nyilván a homlokzati megjelenést pedig hozzáigazították, ami egy ilyen, hogy egy ilyen kedvesnek, én így fogalmaznék, egy ilyen kedves megjelenést adott neki, egy ilyen kis házikószerű, tehát jó érzés volt önmagába bemenni egy ilyen épületbe, van egy emeletes rész, és csatlakozóan egy földszintes kis rész. Ugye a földszintes részben pedig most, hát csak hogy még érdekesebb legyen, török szőnyegeket lehet vásárolni. Na, és akkor visszatérve, hogy gyakorlatilag a pincében pedig középkori oly sokat emlegetett in situ, azaz eredeti helyén megőrzött, és nyilván ebből következően oszlopmaradvány található. Hát sajnos igazából nem látogatható jelen pillanatban. Többször volt, még ugye amikor városházi dolgozó is voltam, hogy ennek valami fajta olyan múzeumi vagy bemutató lehetősége nyíljon. Volt olyan, hogy ugye a mostani romterület felől meg lehessen közelíteni. Talán egyszer ez is eljön majd a nagy nemzeti emlékhelyes elképzelés, ami ugye idáig már négyszeri tervpályázaton és ötletpályázaton keresztül azért még az igazit nem hozta el, de hát azért nyilván vannak egyre inkább a bemutatást szolgáló részletek, úgyhogy ez az egykori, hát hogy mondjam, a monostor, tehát ami csatlakozott a Székesegyházhoz, annak részeként minden bizonnyal egy kerengő része az a bent eredeti helyén megmaradt oszlop töredék. Ha sétálunk tovább a Kossuth utca felé, van egy épület, amit Pávásháznak hívnak. Először, amikor hallottam róla, felidézni se tudtam, hogy vajon melyik ez, és mitől Pávásház. Most kiderül, csak érdemes kinyitni a szemünket sétaközben is, és hallgatni a szakértőket. Hát a háznak a szecessziós jellege az talán jobban feltűnő, mint maga a pávás díszítés. Tehát talán ebből következik az, hogy nem annyira látványos. Ugye a homlokzati díszítéséből következik egyébként a neve, és a Csöppenszky család számára készült. Ez alapvetően egy jogász család volt. Csöppenszky Mihály ügyvéd, városi tanácsos, a városi közgyűlés, pontosabban akkoriban törvényhatósági bizottság néven működött egyik kiemelkedő
kiemelkedő tagja, és hát gyakorlatilag Fehérvár elejének lehet azt mondani az egyik képviselője, tehát az elit tagja volt igazából. Ugye ez a 20. század elején épült ez a ház, nyilván a megfelelő stílusban. Nagyon érdekes az, hogy bár rendkívül közel van például a városházához, és egyáltalán ugye a belváros szívében található meg igazából, hogy ezt a 30-as éveknek a homlokzati átalakításai például nem érték el. Bár azt is el kell mondani, hogy ez alapvetően ugye lakóépületként és magántulajdonban működött, tehát talán ezért is nem kapott vérszemet Kocsis Iván, vagy akár Molnár Tibor annak idején. Bár előfordulhat, hogy volt ezzel kapcsolatosan elképzelés, viszont hogyha a szomszédos épületet nézzük, ugye az Árpád fürdőt, amiről szintén fogunk mindjárt beszélni, akkor pedig egy rendkívül jó egységet alkot ez a két szecessziós épület egymás szomszédságában. És akkor elnézést már is hadd mondjak ellent. Nem az elmondottakhoz, nem is ellent mondani, hanem kiegészíteni. Méghozzá oly módon, hogy kettőről beszélt Márk, maradjunk annyiba, hogy ez három. Méghozzá oly módon, hogy a pávásház, tudod már, hogy miért pávásház? Mert hogy vannak rajta pávás díszek. Na de hol? Ez a kérdés, igen. Igen, hát fönn azokon a lodzsa részeken, a pillérek alsó részét díszítik kívülről, igen, ez egy stukkó díszítés, és ebből azért azt kellene igazából tudni, hogy ez eredetileg színes volt. Páva színű. Na most oly sokat, hát először is azért nyilván az itteni vakolat díszeket jó lenne rendbe tenni, és akkor még arra is lehetne gondolni, hogy esetleg színes pávákat is lehetne. De ha már itt vagyunk ennél a képnél, akkor kérném az operatőr kollégát, hogy ne menjen tovább, ha lehet. Méghozzá bal oldalról látszódik a Táncsics Mihály utcai csatlakozó épület, azt hiszem az a 246-os számú épület. Méghozzá annak az az érdekessége, hogy ez is szecesszió, hogy ez pontosan ugyanazokat a stílusjegyeket lehet-e, a szecesszió annyi, hogy kivonulás azt jelenti. Tehát a korábbi, nyilván a többnyire eklektikus, tehát a korábbi építészeti stílusokat ötvöző és azokat megismétlő neo stílusokkal szemben egy nagyon rövid időszakig. És méghozzá azt lehet mondani, hogy talán az utolsó békeévekben, hogy szokták mondani, ez a 19. század legeslegvége, tehát jóformán még nem is, hanem pontosan a 20. század másfél, tehát első másfél évtizedéről beszélhetünk, tehát a világháború kezdetéig, és mint ahogy ezek is, mind 1904 és 5-ben épült épületek. És az a különlegessége ott a balra lévő épületnek, hogy ugye mindegyik egy kicsit más. Na most olyannyira, hogy mások a stílusjegyek benne. Ugye a beton akkor jelenik meg az építkezések során is, részben kísérletiként, és Megyaszai építész volt az, aki ezt nagyon előszeretettel használta, és a leginkább jellemző ilyen áttört beton falakat, melvédeket épített, és a legérdekesebb ilyen épülete talán a Veszprémi Színház, és még persze lehetne sorolni, nem is akarok tovább menni, itt a kicsit ilyen töredékszerűen, de a melvédje az említett épület erkélyének szintén ebben a stílusban, illetve ennek megfelelően épült, tehát ezért nyugodtan, hát építési idejét is besorolva, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez is szecessziós épület, mint ahogy ugye a már emlegetett pávásház, és akkor szerintem Márk már jön is elő, vagy netán te megemlíted, hogy mi lesz a harmadik, a következő épület. És én leragadnék még egy picit az elsőnél, ugyanis ha már az elnevezésekről beszéltünk, akkor azt is mondjuk el, hogy valamikor tulipánház elnevezést is viselt ez az épület, hiszen tulipános díszítményei is voltak. Ez viszont már tényleg a múlt, tehát ma már nincsenek. Állítólag ezek a tulipánok is színesek voltak, ugye, és a szecessziónak ezt az úgynevezett hivalkodó jellegét volt, ugye, hivatott visszaszorítani a homlokzati lec
korszerűsítés, meg nyilván a történeti stílusokat hangsúlyozandó, és a funkciónak az elsődlegességét a 30-as évekbeli átalakítása. És akkor bocs, egy valamiről elfeledkeztem, hogy az pont a szecesszió az volt hivatott arra, legalábbis nagyon sokan erre használták, hogy a magyar népművészet formakincsét hozzák az építészetbe be, és hát azt hiszem itt már se a pávásnál, se a tulipánost mondjuk, és akkor hadd említsek meg egy teljesen ettől független, és most egy nagyot ugrok, de csak épp említés, a Bástya utcában, a kis törésben, bocsánat, próbálok számolni, hetes, Bástya utca 7-es számú épületnek, attól a törés van, ez a cvinger jellegű, ez a falszoros, ott érdemes megnézni, margaréták vannak a felső ablak fölötti mezőkben. Hát igen, ez az egykori számárnyomdával szomszédos épület, igen. Talán így jobban is. És akkor, ha szabad, visszaugrunk ide, és ez a népművészeti előzményeken alapuló épület az, ami, vagy stílus, homlokzatkezelés nagyon erőteljesen jelentkezik. Itt egy picikét már másabb lesz, bár szintén előkerülnek ezek a népművészeti elemek, és ezért nagyon sokszor az alkalmazott építőanyag is ennek megfelelő, és nagyon sokszor ugye színes, ha már színes, nem csak vakolt, mint a páva, és színezett, hanem ekkor kerül elő, mert technikailag elérkezett oda az ország, hogy meg hát az akkori építőipar, a zsolnai féle tetőcserepek, épületdíszek, és hát nyilván nem csak a zsolnai, hanem az országban több helyen nagyon szép mázas kerámiákat tudtak készíteni, és ezek a mázas kerámiák adták nagyon sok esetben a díszítményt. Vagy ha már mázra, már színes mázra nem is tellett, nagyon sokszor alkalmazták a tégla vakolat kombinációt, és hát akkor elérkeztünk most már már emlegetett, vagy beharangozott. Árpád fürdőig, de engedjetek meg egy megjegyzést, én ahogy hallgatlak benneteket, azt kellett megállapítanom, hogy soha többé nem tudok úgy végig sétálni a Kossuth utcán, mint eddig. Sőt, valószínű, hogy majd fölfelé fogok nézni folyamatosan. Emellett az épület mellett, amit szerintem nem csak székesfehérváriak, hanem a környékbeliek is jól tudnak, tényleg ott van az Árpád fürdő, amit azért sokkal többen ismernek és észrevettek eddig is, sőt ugye nem is olyan sok évvel ezelőtt megújult, de ettől függetlenül azért megvan az a korosztály, biztos neked is, mint nekem, van emlékünk még a régi Árpád fürdőről is, ha nem is az eredetiről. Ismerjük meg akkor a történetét. Kezdem én, jó? Kezdjed, jó. Folytatott az emlékekkel, mert nekem nincs róla emlékem. Nekem az Árpád szállóról sincs emlékem igazából, pedig azért az ott volt még elég sokáig mögötte. Alapvetően egy olyan területen járunk, ami korábban egy katonai terület volt. Ugye a Kaszárnya utca elnevezést említettem, tehát itt egy laktanya tömb volt igazából megtalálható, és a császári élelmezési hivatalhoz tartozó élelmezési raktár volt egyébként eredetileg ezen a területen, meg hát még nagyon sok minden igazából, tehát már török után is igazából katonai funkciója volt. És aztán 1904-ben érkezett el az a pillanat, amikor Hübner Jenő tervei szerint ugye elkezdték a megvalósítását ennek a fürdőépületnek, és 1905-ben a már említett szecessziós stílusban épült fel, Tóni remek átkötésével ugye hangsúlyozta azt, hogy elsősorban a tégla és a vakolat együtthatásával játszott Hübner, illetve hát azzal a bádok fedéssel, ami ugye ma is nagyon jól látható ezen az épület együttesen, hiszen ez egy együttesként is felfogható. Ugye rendkívül jó volt maga az étterem is, ami hozzá kapcsolódott, és ugye a szálló, ami a Várkörút felől állt még 2009-ig egészen pontosan, amikor is ugye elbontották itt a közgazdasági iskolával szomszédságban. Tehát gyakorlatilag ez két utca között elterülő terület volt, és ugye a szomszédos épületben, amiről szintén lesz szó, ott pedig egyfajta átjáró udvarként ugye működött ez az udvar, tehát lehetett közlekedni azért a két utca között.
És ugye az is nagyon lényeges, hogy természetesen Hübner Jenő, ha már fürdőkultúra, akkor azért a törököket is mindenképpen szerette volna megidézni, úgyhogy török fürdő jellegű részeket is tervezett ebbe az épület együttesbe, ami egyébként ma is megtalálható, ugye visszaépítve. Ezt egy részvénytársaság kezelésébe adta a város, és ez a részvénytársaság működtette évtizedeken keresztül magát az épületet. Aztán hát történt, ami történt, különböző csődök és egyéb dolgok miatt. Ugye az épület nagyon sokáig gazdátlanul állt, a 40-es évektől egyébként mozi is működött, az épületen belül az egyik medencét engedték le rendszeresen, és akkor ugye ennek a partján lehetett a vetítéseket megtekinteni, és aztán tényleg bekövetkezett az az időszak, amikor már üresen tátongott, benőtte az udvart a növényzet, és aztán jöttek azok az évek, amikor elindult ugye Csipke Rózsika álmából ennek az épületnek a, mondjuk azt, hogy megújulása, visszatérése, és igazából ugye 79-81-ben volt egy felújítás már közben, de az igazi nagy esemény az igazából 2010-ben történt, amikor ugye a nagy közönség újra birtokba vehette ezt az épületet. Igen, és akkor most, ha szabadna az emlékeknek teret adni, első építészeti emlékeim egyiken, most nem is tudom, nem annyira a történet, hanem hogy hát mondtad, hogy leromlott és a többi, persze leromlott, de azért ezt használták akkor is, mikor már nem részvénytársaság kezelte, hanem nekünk az iskolai úszás oktatást tartották ott. Úgyhogy a 25 méteres medencében próbáltam az elemek egyikével megbirkózni, nem túl nagy sikerrel, de hát ez már az én bűnöm, alapvetően nem az épületé. És, de hát azért el kell mondani, hogy ennek ellenére voltak olyanok, akik nálam sokkal jobban le tudták küzdeni ezen elemeket, és innen egészen neves sportolók is kikerültek, nyilván az én korosztályomból, vagy még idősebbek közül. Úgyhogy hát aztán tényleg elkövetkezett az az időszak, amit mondtál, és sajnos azzal is számolni kellett, hogy ugye a beton építkezéseknek azért voltak kísérleti stádiumai. Az egyik, hogy hogy lehet esetleg különböző ornamentikákat készíteni, ezt nyilván ki lehetett váltani, akár a szobrokig is, lásd Bori Jenő, és majd erről nyilván lesz még szó. Másrészt pedig az anyagot próbálták egy kicsit forradalmasítani, az úgynevezett bauxit betonnal, ami különösen háborús időszakban rendkívül jó volt. Hát bunkereket és a többi rendkívül gyorsan lehetett építeni, gyorsan kötött, és éppen ez volt a baja, mert hirtelen olyan magasabb hőfokon ment végbe az egész, hogy tulajdonképpen saját magát sütötte meg egy kicsit a beton, tehát viszonylag egy-két évig jó és hamar eredményt hozott, de későbbiek során elég könnyen elkezdett pattogzani, ebből adódóan a vasak előkerültek, a vas előkerül elkezd rozsdásodni, és innentől kezdődik egy olyan folyamat, ami egyre a leromlása felé visz. Ennek is egyes részei a bauxit betonból készültek, tehát részben ez is volt, hogy a medencével már nem kísérleteztek, akkor azt mondták, hogy a lelátó baleset veszélyes, tehát nyilván ez egy ilyen öngerjesztő folyamattá vált végig, és ekkor kezdődött, hogy tönkrement a tető, nem pótolták, mert hát azt a díszeket nem tudták visszarakni. És még egy, és akkor, mikor azt mondtam, hogy tégla, való igaz, de itt inkább azt mondom, hogy olyan míves épület kerámia készült, tehát égetett agyagból, ami már, ha nem is éget, nem színesre, mázasra égetett, hanem nyers színben, de rengeteg nagyon szép és olyan tagozat került föl, aminek az volt a baja, hogyha leesett, nem tudták pótolni, mert hogyan. És mikor a felújítás készült, akkor mégiscsak az lett, hogy az egészet végig fel kellett mérni, és újra kezdték el gyártani azokat az elemeket, amiket hát hiányolhatunk. És milyen jó, hogy most ilyen pompában láthatjuk. Még egy történelmi érdekesség, ha javítsatok ki, ha rosszul tudom, hogy valamikor a város fürdőszobája volt valójában az Árpád fürdő. Igen, igen. Hát bocsánat,
köszönöm szépen, mert ezt szerettem volna mondani. Hát ugye annak idején hát a lakásokat nem fürdőszobával építették, hanem a fürdő az abból állt, hogy a lavor, meg a nagy kancsó körülbelül, és hogy melegített víz, néha kinek volt dézsája, vagy nem volt dézsája, és hát eleve úgy voltak berendezkedve, hogy akkor heti egyszeri alkalommal, vagy hát ki hányszor, de hát néha nyilván ritkábban is, hát a közfürdőbe mentek, és ez közfürdőként is működött, kádfürdőként. Tehát gyakorlatilag ott szépen bele lehetett engedni a hagyományos értelemben vett kádba, úgyhogy nem a medencében, hanem tisztasági fürdőként, de erre olyannyira tudok elnézést példát, hogy egy Budapesten teljes lakótelep épült meg 1940-es években, közt alkalmazottaknak épült a Pongrácz úti lakótelep, történetesen én ott félig ott nőttem fel, vagy hogy mondjam, egyetemen és nagyszüleim lakása és a többi. Nem volt fürdőszoba a 800 lakás egyikébe se, ami a telepen volt. Nagyon szép és rendezett volt a környék, hanem volt a közfürdő, és kádfürdőbe lehetett menni. De így volt megépítve, és így volt kitalálva az egész rendszer, és méghozzá a korának, 1940-es, ez már a szociális gondoskodás egyik jele volt, hogy közfürdőket építettek. Azt hiszem, hogy mehetünk tovább az Árpád fürdőtől. Maradunk még a Kossuth utcában, a 14 számba érkezünk. Hát csak a szomszédba megyünk át igazából. Ugye ez a Vörösmarty körnek az egykori székháza. Széchenyi... Az építők, bocsánat, az építők, igen, meg lehet mondani azt, hogy a Vörösmarty Társaság, meg az Árgus szerkesztősége, Széchenyi Palota, ugye Széchenyi Viktor gróf tulajdonos után. 1909 körül épült, Saj Ferenc tervei szerint Széchenyi Viktor akkori vármegyei főispánnak a megrendelésére. Korábban itt egyébként a kórház, a már említett laktanya, illetve a szegényháznak a tömbje állt, tehát már a török utáni időkben egyébként itt a szegényház és a város egyik első kórháza, már ugye az első az sokkal régebbi időkre tehető, hogy Johannita ispotái 12. században, de talán az első korszerű kórháza a városnak az itt működött a 18. század második felétől. Tehát szociális funkciója volt elsősorban, aztán postahivatal is működött itt, és a postahivatal megszűntével épült fel ezen a területen, akkor még városi tulajdonú telken Széchenyi Viktor grófnak a főispáni palotája, amit aztán nem sokkal később egyébként át is adott az akkori Vörösmarty kör kezelésébe, amelynek történetesen ő volt az elnöke, és amelyet aztán a Vörösmarty kör számára egyébként a város néhány évvel később meg is vásárolt. Aztán hát ugye volt egy olyan időszak, amit Tóni is említett, ugye az építők Pintér Károly művelődési háza, benne az építők udvarra lesz, még most is így nevezik egyébként, tehát ez megmaradt. Hatalmas az emléktáblával, így van, kosárpályával, minden egyébbel. Csárlival, D. Nagy Lajossal, Mikó Péterrel. Nem akármilyen kosarasokkal, ha már az előbb ugye az úszók szóba kerültek, meg a vízisportolók, akkor a kosarasokat is mindenképpen ki kell emelni, meg az építőknek a csapatát. És ha szabadna kiegészíteni, a Teke pályával, mert ugye a Teke adta leginkább a környékbeli hát, fogyasztási helyeknek a programot, és nagy, mert derbik voltak szintén a Teke pályán, amit annak idején én magam is kipróbálhattam egyszer. Mások, nyilván jó sokan, még most is élő fehérvári ismert nevek, pedig hát ugye itt játszottak. Az aszfaltos pályán. Igen. Hát fogyasztási hely egyébként az épületen belül is működött, az Árpád fürdő mellett rögtön. Ugye a cukrászda és kávézó, meg később kocsma, ugye Héttörpe néven, ma már nincsen, úgyhogy mondhatjuk a nevét. Hát aztán azóta volt ott különböző funkcióváltás, volt étterem, vagy inkább vendéglő, nem is tudom, minek lehet nevezni, volt ott cukrászda, most, ha jól tudom, akkor éppen szépségstúdió, de hát ez ugye folyamatosan változik, tehát szinte megegyezhetetlen. Annyi történt ugye közben, igazából az idei évben, hogy ugye egy szintemelés történt igazából, de ez nem annyira lényeges talán a mi szempontunkból, és szinte nem is látható, ha az Árpád fürdő irányából közelít valaki, akkor azért valamennyire azt a területet
tetőfedést fedést azért mégiscsak lehet látni, meg azt a fémes csillogást, de alapvetően az épületnek az összképét talán annyira nem befolyásolja, nem rontja. Igen, hát egész meglepő volt ez a legutóbbi építkezés számomra. Egyébként ugyanaz a kollega tervezte, akit már az előbb említettem, Ács Miklós, hogy mikor ezeket a hatalmas födénpanelokat daruval emelték be, és hát érdekesen lentről az utcáról lehetett nyomon kísérni az építkezést, és hát most már épp a vége felé járnak, úgyhogy lassan talán már elkészül, és talán a környéket is rendezik. És ha szabadna, mert az előbb az Árpád szállót te említetted, de ahhoz egy nagyon apró kis dolog. Hát ugye a szálló az valóban szállodaként, hát ilyen átutazó szállóknak volt. Későbbiek során, mikor már én fiatal voltam, kollégáim is ott laktak, hát ilyen albérlőkházaként működött későbbiek során, hát ilyen félkomfortos, komfort nélküli állapotában. Nyilván ezt lekívánták bontani. Hát ott próbáltunk azért lobbizni érdekében, hogy tán nem kéne, de hát ezt le kell. Jó, ha már lebontják, akkor legalább azt a feliratot, azt a kapuzat, ami volt egy ilyen kőbéletes és egy ilyen terrakotta-szerű felső felirata volt az Árpád szálló felirat. Jó, azt akkor megőrzik, mert aztán naponta jártam arra, mindig, amikor a bontás folyt, hát nem lehetett azt a pillanatot elcsípni, amikor véletlenül egy markoló úgy véletlenül belekarmolt a felső feliratba, tehát magyarul, és akkor széttárták a karjukat, hogy és akkor pont. A következő épületet csak azért nem tudjuk megmutatni a nézőknek, mert éppen felújítás alatt áll, és mint ilyen kapott egy építési hálót, ami eltakarja a szép épületet magát, ez pedig a posta épülete a Kossuth utca 16-ban. Nagyon érdekes, hogy eredetileg egyébként szintén szecessziós stílusban épült, szecessziós homlokzati díszítéssel. Egy jellegzetes sarokháza nem csak a Kossuth utcának, de magának a belvárosnak is. 1905 és 1907 között épült a már sokszor emlegetett Saj Ferenc tervei szerint, aki hát itt a Kossuth utcában is több épületet tervezett, katonai létesítményeket a városban szintén, hogy a Kereskedelmi Bank épületét is már említettük, tehát ez mind-mind az ő nevéhez köthető. Itt lebontott katonai épületeknek a helyén épült, tehát itt Saj igazából egy polgári célú létesítményt tervezett, és más területein a városnak pedig katonai létesítményeket, tehát azért mindegyikhez volt köze. Ugye ez a Petőfi utca meghosszabbításában áll igazából a sarkon. 1944-ben a homlokzati díszeit eltávolították, és aztán nagyon sokáig egyébként ezek nélkül, a díszek nélkül létezett. És hát ugye azért ezeket sikerült legalább részben visszaállítani, hogy a legutóbbi átalakítás során, illetve most a felújítás során ugye ezeket ismét hangsúlyozták, és mivel a Várkörútról ugye ebben az adásban nem beszélünk, ezt egy külön műsorra terveztük, mindenképpen érdemes elmondani azt, hogy a mostani kialakítása nagyon jól harmonizál az egykori ipariskolának a tömbjével, ahol a szecessziós díszítést ugyan a festés némileg takarja, mert egy egyszínű festést kapott az összekötő utca irányából, de például az ipariskola felirat az látható rajta, az építés és alapításnak az évszám ugyanúgy látható rajta, és ugyan a Várkörúti bővítmény az már egy jóval későbbi történet, ugye a Hunyadi iskoláról beszélünk, de az eredeti iskolai tömbbel azért tényleg nagyon jó harmóniában áll ez a postahivatal épület. Akkor ha szabadna megint az emlékekkel, de elsősorban ilyen építészeti dolgokkal. Ugye említetted, hogy a Petőfi utca meghosszabbítása, azért azt tudni kell, hogy a Petőfi utca az a város történetében csak nagyon rövid ideig létező vagy dolog, mert ez két részletben körülbelül 200 évről beszélhetünk, úgy döntően, ugyanis a Papnövelde utca, meg nem tudom én mi, hát gyakorlatilag valamikor török után alakították ki, mikor ugye először a Kármelita templomot felépítették, akkor vágták át a mostani Arany János utca és a jelenlegi Kossuth utca közti részt ezzel a szakasszal, bocsánat, ez már lassan 300 éves, elkészült ugye a Kármelita templom, majd aztán körülbelül bő 120 évvel ezelőtt, valamikor a nem sokkal a századforduló előtt, tehát a 19.-20. századforduló előtt nyitották ki a Petőfi utcának az alsó részét, és ment le egészen
ugye a várárokig, mert ugye a várárkot meg az 1910-20-as években fették le, tehát gyakorlatilag akkor lett igazából utca a lenti várkörút. És akkor vissza még az épülethez. Ugye ez a szecessziós épület, hát azért a színeket ugye megint csak úgy megtalálták hozzá, vagy megtaláltam a szín az épületet. És hát ugye volt a postának ez a felújítási akciója, aminek hát örvendetes dolog volt, bár ugye volt egy bővítés, amit hozzácsaptak egy földszintes kis szárny még a 60-as években, és akkor volt az az időszak, mikor a sarokról lehetett megközelíteni a postát. Erre még bizonyára sokan emlékeznek, és ott volt egy ilyen egysoros, hát ilyen kiszolgáló pult része ilyen kis ablakocskákkal, és ugye amikor az volt, hogy na, akkor építsék meg, akkor ráhúzták az első emeletet. Ez már 2006-2007-ben volt, és hát az akkori tervező hát jött be engedélyeztetni, és akkor jöttem én is, hogy hát, és akkor tudod, hogy mi lesz majd itt? Hát azt mutatta, hogy hát körülbelül lesz szeretné, részben archív fotók alapján tudta a homlokzati díszeket, és mondom, és a színe? Hát azt majd még meglátjuk. Mondom, állj, van egy szép színes képeslapom, színezett képeslapom, 1900-as évek legeleje, tehát pont mikor elkészült. Mondom, na figyelj, ezt lehet, hogy érdemes lenne elővenni. És akkor behoztam, és akkor nagyon köszönöm, úgyhogy hát egy egykori színezett képeslap alapján sikerült, hát mint egy pont az építés után 100 évvel ugyanazon színeket visszahozni az épületre, ami a terv, és annyit még a 44-es lebontáshoz légoltalmi okok miatt bontották le, ugyanis hát ugye akkor már jöttek a légitámadások, és hogy nehogy nyilván hadiüzemnek minősült a posta, a távirda, tehát nyilván azt akkor ezért, hogy nehogy valami sérülést okozzon, mert azt még az utolsó pillanatban is használni kellett. És akkor még egy kis történet. 1986-ban akkor jött a nagy postai, hogy mondjam, telefonvonal, pontosabban telefonvonal ellátási ütem, mikor gyakorlatilag már mindenki hozzájuthatott, vagy majdnem mindenki hozzájuthatott az addigi hát szűkös időszak után. Igen ám, de úgy kellett ott a posta központot belül kialakítani. Igen ám, de hát ott régészeti leletek lehetnek, de hát posta sürgős, azonnal kell csinálni. Na én akkor kerültem a Városházára, és Siklósi Gyulával akkor sikerült először találkoznom kint a régészeti ásatásnál januárban, mikor ott mondta, hogy igen, hát volt egy kis kerekebb kiegészítés hozzá, hogy nekünk most ilyen időben kell ásni. Azt mondja, nem az, hogy bundába kellene bejönnöm, mert az egy dolog, hanem nyilván ásni finomásást elég nehéz, de hát természetesen megcsinálták, feltárták, és hát gyakorlatilag Gyulának az egyik ásatási munkája nyilván így kapcsolódik a postához, roham munkában, de megcsinálták. Micsoda titkok és micsoda emlékek. De nagyot lépünk most, elhagyjuk a Kossuth utcát, és egy nagyon különleges épületről fogunk beszélni, hiszen egy épületen belül biztos vagyok benne, hogy hozzátok majd a középkori emlékeket, mint ahogy a jelenkort is megidézhetjük, ez pedig az Egyházmegyei Látogatóközpont. Bocsánat, mielőtt mondanád a történetet hozzá, megint Gyula, mármint Siklósi Gyula, ugyanis anélkül nem indulhatott el, hogy régészeti feltárás ne legyen, hisz itt volt megint a monostorbástya vége, az az átkötés, ami tulajdonképpen megy tovább ugye a város, belváros északi fele irányába, és ezen ingatlan alatt, ami elég vegyes, mindenféle építményhez, kis szaletlivel, engedély nélküli garázssal díszelgett ott, meg egy riszrosz kerítéssel félig ki akart már borulni. Na, akkor jött el az a pillanat, amikor hát ezt imittam, ott tángálták, hol egy gyümölcs árus volt, zöldséggyümölcsös a régi engedély nélküli garázsban, és akkor a püspökség lényegében megvásárolta az ingatlant, és akkor most és akkor látogató központ.
pont. Ha már Tóni említette, akkor mindenképpen érdemes azt is elmondani, hogy hát volt azért a város történetében több ilyen pont is. Hát majd a Városháza átalakítása kapcsán fogunk egy hasonlóan szerencsétlen állapotról beszélni, amikor itt kocsma, német iskola, magyar iskola, meg minden egyéb meglehetősen romos, meg nem túl jó állapotban lévő épület húzódott egymás mellett egy viszonylag pici, mondhatni zsebkendőnyi területen. Igazából itt is még, hogyha valaki felidézi mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti emlékeit, akkor láthatja mondjuk azt a gangos folyosót, ugye ott az egyik háznak az emeletén például, aztán itt ugye a bontásnak a különböző fázisait, de hát már azért a bontás előtt sem volt túlzottan örvendetes állapotban ez a tömb. És hogy jóval korábbra visszamenjek, ugye az első adatunk, ami van erről a tömbről, mint lakótömbről, az a török időkből származik. Egy török Péternek nevezett, nem tudjuk, hogy pontosan mi lehetett a neve, török kőműveshez kapcsolódik. Hát valószínűleg a török az ugye származására utalt, tehát az ő háza volt ez valamikor, és aztán ugye a későbbiekben, amit ugye Tóni is említett, hát különböző időszakokban épültek itt, különböző minőségben mindenféle lakóépületek és egyebek, és aztán ugye 2004-ben határozta az egyházmegye, hogy egy raktározási céllal épít itt egy raktárépületet igazából, és aztán ezt az elhatározást egy újabb követte. De hogy félreértés ne legyen, gyűjteményi raktár. Gyűjteményi, természetesen, tehát nem seprűnek tisztítószerről van szó alapvetően, vagy papi öltözetekről, vagy bármi egyébről, meg kerékgumikról és hasonlókról nyilván. Tehát gyűjteményi raktározás céljára vásárolta meg az egyházmegye valóban, és aztán a következő elgondolás az pedig már egyértelműen az volt, hogy itt egy egyházmegyei látogatóközpont épüljön, ami ugye bekapcsolható a Szent Család nyomában, Zarándok útba és minden egyébbe, tehát egy olyan látványosság, egy olyan helyszín jöjjön létre, ami ugye az egyházmegye történetét is megfelelően bemutatja, az egyházmegyei emlékeket, igazából mindent, ami mondjuk az Egyházmegyei Múzeumon belül nem mutatható be, hiszen egy teljesen más térkialakításról van szó, és ugye Gutowski Róbert volt az, aki vezető építészként igazából ezt a tervezést elkészítette, és ha már Siklósi Gyula neve szóba került, azért a régészeti művészettörténeti feltárások kapcsán Bartos Györgynek a nevét is mindenképpen említsük meg. Mint ahogy még fogjuk is emlegetni, ő általában szerényen meghúzódik a háttérben, és ugye a tömegfotókon mindig szerepel valahol ott a sokadik sorban, de hát ugye azért a művészettörténeti kutatás, falkutatásnak az oroszlán része az bizony az ő munkáját dicséri. Ugye a Monostorbástya is szóba került, majd a Prohászka emlékmű kapcsán fogunk beszélni róla. Nagyon sokszor említettem már azt, hogy különböző épületek milyen jól harmonizálnak egymással. Itt is sikerült Gutowski Róbertnek egy olyan jó építményt, egy abszolút kortárs építményt megtervezni ezzel a rendkívül jó tégla architektúrával, ami abszolút passzol a Monostorbástya helyén kialakított Prohászka emlékműhöz, és ugye az egykori városfalakhoz is. Akkor bocsánat, egy kicsit kiegészítve mindezt. Tégla architektúra persze, de csak egy része, mert az alsó része is akkor itt van, hogy a Monostorbástyához illeszkedően. Kicsit nehezen akart összejönni, legalábbis elsőre úgy tűnt, hogy szinte a Monostorbástya fordul be, tehát nagyon szépen megmunkált kőburkolatot kapott, ami első indulásnál nem egészen így, aztán le is szedték. Ez már csak ilyen belső, hogy legalábbis nem azok a megmunkálási jegyek voltak rajta, de szinte majdnem ugyanaz, mint a már emlegetett Prohászka emlékműnek a lábazati, illetve a püspökségnek a hátsó bejárati oldala. És hát ugye ez a tégla. És még egy, amit hadd mondjam, hogy szerencsésebb, mint amivel korábban lehetett találkozni, méghozzá azzal, hogy a Műegyetem egyik évfolyamán feladatként kellett megoldani ezt a területnek a, hát akkor még foghíként kezelt részét, és hát nyilván az akkori, vagy hát a vezető tanár azért elég erőteljesen inspirálta a hallgatókat, hogy milyen irányban menjenek, és hát volt egy kiállítás is az elkészült tervekből, a
a képtárban, tehát a Csók képtárban, hát megmondom, én egy picikét fájdalmasan éreztem magamat, mert majdnem mindegyik egy ilyen nagy gyufás dobozzal számolt, tehát valahogy tehát a tömegek mérete, vagy kicsit külső formálása talán változott, de nyílás szinte egyetlen egyet alig lehetett látni rajtuk, és hát azért itt, hála Istennek, azért valahogy, bár látszódik, hogy itt a várfal valami módon hát nyomot hagy az épületen, mármint megjelenésben, de hát azért ez egy picikét jobban megvan nyitva annál, hogy csak egy ilyen tömör fal legyen, és nagyon érdekes nyilván a belső, amit most adtak át egy bő másfél hónapja talán. Ugye interaktív kiállítással, és hát természetesen hát az a látogatói központ nem csupán ezt tudja, hanem hát nyilván a kutatásban is majd szerepet játszik a püspökség, illetve a gyűjtemények esetében. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a sok érdekes információt, amit megosztottatok velünk. Ismét elment az adásidő. Ez jelenti azt, hogy 2 hét múlva folytathatjuk a beszélgetést. Köszönöm Igari Antalnak és Váci Mártnak, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Városrészek titkairól legközelebb 2 hét múlva hallhatnak. Viszontlátásra!